Köszöntöm Önöket, a Pécs TV híradóját látják. Főbb híreink néhány mondatban. Vállalkozói mentorprogram. Megyei szinten 24 kis- és középvállalkozás segítenek. Szülőbemutató. Az ország minden pontjáról érkeztek érdeklődők Pécsre. Evangélikus Roma szakkollégium. Istentisztelettel kezdődött a tanév. Betörtek egy Pécs belvárosi ékszerboltba hétfőn hajnalban, de a tolvaj nem sokáig jutott. A rendőrség 10 perc alatt elfogta a tettest, egy 28 éves brit férfit. A hivatalos közlemény szerint a férfi egy erővágóval vágta el a belvárosi üzlet biztonsági rácsát, majd a kirakatból nagy mennyiségű ékszert tulajdonított el, mintegy 9 millió forint értékben. A betörést egy személy a mobiltelefonjával rögzítette, ezt a felvételt a rendőrök lefoglalták. A férfi az ellopott ékszereket a helyszín közelében elrejtette, majd később a rendőröknek megmutatta, hova tette azokat. A rendőrök előállították, majd gyanúsítottként kihallgatták, amely során beismerő vallomást tett. A gyanúsítottat őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. Ellene lopás miatt nyomoz a pécsi rendőrkapitányság. A kollégáim 10 percen belül elfogták a bűncselekmény feltételezett elkövetőjét, egy 28 éves brit állampolgárságú férfit. A férfi miután betörte a kirakat üvegét, egy erővágóval átvágta a biztonsági rácsot, majd a kirakatból nagy mennyiségű ékszert tulajdonított el, mintegy 9 millió forint értékben. A férfi menekülés közben az ellopott ékszereket elrejtette, később a rendőröknek megmutatta ezt a rejtek helyet. Előállítását követően gyanúsítottként hallgatták ki, a bűncselekmény elkövetését elismerte. Kollégáim a gyanúsítottat őrizetbe vették, majd kezdeményezték a letartóztatását. Ellene lopás miatt nyomoz a pécsi rendőrkapitányság. Baranyában is elindult az Országos Vállalkozói Mentor Program, amelynek célja a kis- és középvállalkozások hosszú távon sikeressé és versenyképessé tétele. A nyitó rendezvényt a projektnek helyet adó Pécsi Kereskedelmi Központban tartották, ahol a beszállítói és külpiaci támogatást igénybe vevő kis- és középvállalkozások jelentek meg. A résztvevők megismerkedtek a projekt nyújtotta szolgáltatásokkal, lehetőségekkel, és találkozhattak a mentorokkal is. Az Országos Vállalkozói Mentorprogramban megyei szinten 12-12 beszállítási és külpiaci szférában elhelyezkedni kívánó cég képviseltetheti magát. Az országos projekt során számukra biztosítanak tapasztalt vállalkozókból és szakemberekből álló személyzetet. A mentorprogram elősegíti a KKV-k külpiacra lépését, továbbá megadja a lehetőséget a vállalkozásoknak, hogy nagyobb cégek beszállítóivá válhassanak. A mi szempontunkból ez egy nagyon érdekes program, hiszen kettős célja is van. Az egyik a alapvető társadalmi szerepvállásunkhoz kapcsolódik, hiszen pécsi, illetve baranyai nagy cégként nekünk úgy érzem, hogy kötelességünk a helyi gazdaságot támogatni, és ezáltal a multinacionális világban szerzett tapasztalatainkat a kis cégeknek átadni. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. Ez a rendezvény része a csaknem 3,3 milliárd forintos uniós támogatással létrejött országos mentorprogramnak. A 2020 végéig létrehozandó tervezetet a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a SZÍD Kisfoglalkozásfejlesztési Alapítvány közösen valósítja meg. A fő cél az az, hogy egy közel egy éves folyamat során minél több olyan hasznos tudást kapjanak a mentoroktól, amelyek mindenféleképpen megkönnyítik a jövőbeli helyzetüket. A projekt során fontos szempont, hogy mind a nagy cégek, mind a kis- és középvállalkozások profitálhassanak az együttműködésből. A mentorprogramhoz októberig még lehet csatlakozni. A részletekről a program online felületén értesülhetnek a cégek. Szőlőbemutatóra hívták az érdeklődőket a Pécsi Tudományegyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetébe. A szakmai napon a legújabb, elsősorban rezisztens fajokat ismerhették meg a résztvevők, akik az ország számos pontjáról érkeztek, Villánytól Egerig mintegy százan voltak kíváncsiak a legújabb eredményekre.
Augusztus közepén kezdték az első fajtákat szüretelni a pécsi Szent Miklós hegyen. Szerdán már számos csemege és borszőlőt kóstolhattak a szőlőbemutató résztvevői. Immár hagyomány, hogy az ősz kezdetén szakmai napot szerveznek a Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetben. Idén 63. alkalommal kerül megrendezésre ez a szakmai nap, ami az úgy hívjuk, hogy szőlőfajta bemutató. Ennek célja, hogy megismertessük az itt folyó munkát, és különösen azokat a szőlőfajtákat, amelyeket a régióban érdemes megismerni, használni. A szakmai nap nem csak a pécsieket érdekelte. Villányból borásztanulók, Badacsonyból, Budapestről és Egerből borászok, Pilisvörösvárról pedig kerttulajdonosok érkeztek a kutatóintézetbe. Azért jöttünk ide, hogy megismerjünk sok szőlőfajtát, és meg hogy a gazdasági részével is, hogy most melyik szőlővel érdemesebb foglalkozni, meg hogy kiküszöböljük a környezeti változásokat. Nagyon jó kapcsolatban vagyunk a pécsi kertbarátokkal, és ők ajánlották, hogy ezt a rendezvényt nagyon érdemes megnézni. Az érdeklődők pedig nem csalódtak. Az éves beszámolók mellett a neves előadóktól, a környezeti hatásokról és a legújabb rezisztens szőlőfajtákról is alapos ismereteket szerezhettek. A borászat újra egyre népszerűbb a régióban. Baranya megyében a borászat, az mondhatjuk úgy, hogy minden embernek a hobbija vagy a szívecsücske. Elmondhatjuk azt is, hogy Villány az Baranya egyik érköve, amihez ugye a pécsi borvidék is társul, és látjuk azt, hogy nagyon fontos lett mind a gasztronómiában, illetve a kereskedelemben is a borászatnak az előre törése. A szakmai nap szüreti bemutatóval, valamint szőlő és borkóstolással zárult. Június 30-ig volt megtekinthető. Évnyitó istentiszteletet tartottak a pécsi evangélikus roma szakkollégiumban. Idén második évét kezdi meg a speciális szakkollégium, amelyben 31 a Pécsi Tudományegyetemen tanuló fiatalnak nyújtanak segítséget. Az istentiszteleten Kondor Péter evangélikus püspök a Dávid és Góliát történetével inspirálta a tanulmányaikat ismét elkezdő fiatalokat. A pécsi evangélikus templom előtt évnyitó istentiszteletre gyülekeznek a roma fiatalok. A tanév kezdetén Isten áldását és segítségét kérték tanulmányaikra. A napi szentírási szakaszhoz kapcsolódva Kondor Péter püspök Dávid és Góliát történetével mutatott rá napjaink kihívásaira. Góliátok ma is vannak. Nagyon sok olyan ellensége van az életünknek, akikkel nekünk kicsi Dávidokként meg kell küzdeni. Mindnyájunk életének megvannak ezek a góliátja. Azt lehetne mondani, hogy számos ilyen félelmetes ellenség van az életünkben, amelyekkel szemben egy kicsit úgy állunk, mint Dávid góliáttal szemben, fegyvertelennek érezzük magunkat, kiszolgáltatottnak érezzük magunkat, esélytelennek vagyunk. A mi góliátunk lehet, hogy nem ilyen hatalmas és erős figyúrt emberi testben jelenik meg, hanem sokszor bizony egészen más. Például ilyen góliát számunkra és ellenség sokszor a korszellem. Az a korszellem, amely a modern világban szinte átjárja minden oldalról ezt a földi életet, amelyik meghatározza nagyon sokaknak a gondolkodását. A szakkollégium segítséget nyújt a felvett hallgatóknak tanulmányaik ideje alatt. Havi ösztöndíjat, kollégiumi elhelyezést, munkájukat segítő egyetemi mentorokat, eredményes előrehaladást biztosító speciális szakmai programokat, nyelvi képzést és támogató közösséget biztosít számukra. A Magyarországi Evangélikus Egyház évszázadok óta elkötelezett az oktatás ügyéért, és mindig öröm számunkra, amikor a jövő nemzedékének a nevelésében szeretünk, feladatunk és küldetésünk lehet. Meggyőződésünk, hogy hitünk, értékrendünk és világlátásunk ápolásával, továbbadásával hozzájárulhatunk nemzeti értékeink gyarapodásához, jövőnk biztosításához. Szakkollégiumok 2011 óta működnek. Akkor 57-en vettek részt ebben a munkában. Ma már több mint 300-an kapnak szakkollégiumi segítséget. Ott az asztalnál azt határozták el akkor politikusok, egyházvezetők, romák, nem romák, hogy minden fiatalnak, aki erre nyitott, segítenek abban, hogy a jövőjét föl tudja építeni. Tehát ne ott kezdjen el gondolkodni, amikor már egyetemista, hanem amikor megszületik. Akkor már segítséget kapjon,
De ha meg egyébként eljut az egyetemre, szépen fölül felcseperedik, akkor az egyetemen igenis meg tudja szerezni a diplomát. A Pécsi Evangélikus Roma Szakkollégium 2018. szeptemberében alakult meg, akkor 21, idén már 31 hallgatóval kezdik meg a tanévet. A szakkollégium olyan értelmiségi fiatalok nevelésével foglalkozik, akik felelősséget vállalnak és hatékonyan tesznek a cigányság felemelkedéséért. Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad és könyörüljön meg. Fordítsa az Úr szent arcát te feléd, s adjon te néked békességet. Ámen. Szeptember 7-én egy különleges fesztiválra várják a gyerekeket, felnőtteket, családokat. 2016-ban indult útjára a Pécsi Nénik Bácsik Fesztiválja, amelynek célja egyebek mellett az értékteremtés, értékmegőrzés és a generációk közötti kapcsolatok erősítése. Vendégem a stúdióban Tamás Éva, a Tamás Éva Játéktára zenekar vezetője, a fesztivál főszervezője, akitől az ötlet és az elnevezés is származik. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást. Honnan indult ez a Pécsi bácsi történet? Tamás Éva Játéktára zenekar írt egy dalt, aminek az volt a célja, hogy ha az országot járjuk koncertjeinkkel, akkor legyen egy olyan dalocska, amivel bemutatjuk a városunkat. Ez lett a Pécsi bácsi. És ezzel a dallal megnyertünk akkor egy fesztivált, miénk lett Pécs dala, és elindultunk, hogy megkeressük ezeket a Pécsi bácsikat, sőt, utána a Pécsi néniket is. Ebből lett egy hosszú videósorozat, amely most már 60 főt számlál, illetve egy fesztivál, amiből idén rendezzük a harmadikat. Milyen volt a fesztivál fogadtatása annó? Soha ilyen kedves hozzászólásokat nem olvastam még a Játéktár oldalán, hogy végre egy kedves, egy őszinte, egy igazán emberi program, amire nagyon szívesen jönnek. Akkor még úgy gondolom, hogy a marketingje azért nem volt megfelelő, tehát picit lassan jutott ez el az emberekhez, de már a videók túllépték a 100 000-es megtekintést, és azt gondolom, hogy az idei fesztiválra már nagyon sokan fognak eljönni. Ez ugye a harmadik ilyen fesztivál lesz. Mi változott esetleg, ha bármi változott az elsőhöz képest? Sok mindent nem változtatunk, folyamatosan vannak programok, különböző gyerekeknek szóló táncbemutatók, meseelőadások, illetve kézműves foglalkozások, sok-sok Pécsi néni és Pécsi bácsi bevonásával, de a programnak a fénypontja az mindig a tiszteletreméltó hölgyekkel és urakkal való kerekasztal beszélgetés, amikor személyesen is megismerheti őket a közönség. Zajlik már a szavazás, ugye az interneten keresztül lehet szavazni az idei év Pécsi néniére vagy bácsiára. Hogyan lehet egészen pontosan szavazni? És meddig? Kétféle szavazás van, az egyik az interneten folyik, és már most zajlik, tulajdonképpen már 2 hete, egészen péntek este 10 óráig. Itt a Játéktár oldalán rá kell keresni a videókra is, amelyik tetszik, arra rákattintani. Ebből alakul ki a közönség kedvence, ahol a férfiak és a nők együtt versenyeznek. Majd a fesztiválon, ahol személyesen is megismerkedhetünk a hölgyekkel és az urakkal, ott lesz a kedvenc Pécsi néni, illetve a kedvenc Pécsi bácsi választás szavazólapok segítségével. Kik az idei jelöltek? Olyan sokan vannak, hogy egy kicsit puskázok, hogy nehogy kihagyjak valakit. Vári Éva színművész, Leocki Irén a színház régi nézőtéri felügyelője, Okos Ilona pedagógus, Vajda Zsuzsa bábszínész, Kardos Andi rajzfilmes szakember, illetve Vétek Emi, aki a turisztikában jártas és sikeres. A férfiakat sorolom, Bárdi László keletkutató, Marsalkó Péter fotóművész, Koszics Attila rádiószerkesztő, Gyurkó István trombitaművész, Anatoli Petrov úszóedző, Juhász László újságíró, illetve Szatyor Győző, aki pedig népiparművész. Ugye minden évben arra törekszünk, hogy minél színesebb csapatot állítsunk össze, hogy minél érdekesebb és minél sokfélébbre kelhessenek ezek a beszélgetések. Hogy zajlik majd ez a szombat délutáni program? Délután 2 órakor már egy kis megnyitó előtti hangulatkeltés lesz, zenekarokkal, tánc és sportbemutatókkal, aztán reményeink szerint elhangzik az a bizonyos Pécsi bácsi című dal a Játéktár előadásában, és utána nyomban következnek a tiszteletreméltó urak, velük majd az előző évi Pécsi bácsi alapítót Zoli fog beszélgetni. Aztán jön egy meseelőadás, utána a hölgyek következnek, ahol az előző kedvenc Úrik Dóra fog beszélgetni a hölgyekkel, és utána még lesz egy kis borkóstoló, borkexkóstoló, ízlelgető, Németh Jánosnak lesz a borfilozófiai előadása, és este Takács Eszter koncertjével zárjuk a napot. A Pécsi nénik és bácsik szellemi örökséget hogyan őrzik meg ezzel a programmal? Egyrészt a videósorozat egy olyan örök darab, ami most már visszavonhatatlanul üzen a városunkról a világnak.
elmesél sok-sok olyan dolgot, amit a mai fiatalok és különösen a gyerekek már talán nem is tudhatnak, vagy esetleg még a könyvekből utána járhatnak, de sokkal személyesebb ugye így történeteken keresztül megismerni. Másrészt azt üzeni, hogy azok az emberek, akik megértek egy bizonyos kort, az nem azt jelenti, hogy ők már öregek. A Pécsi néni bácsi egy kicsit becsapós, hiszen egy gyerekdalból indult, de itt természetesen olyan tiszteletreméltó hölgyekről és urakról beszélünk, akik értéket képviselnek, akik sok mindent megtettek ezért a városért, azért, hogy Pécs élhetőbb legyen, hogy Pécs szebb legyen, vagy érdekesebb legyen, és ezt a mai napig így teszik, a mai napig aktívak, és céljaik vannak, és azt szeretnénk, hogyha ezt az emberek egyrészt megismernék, másrészt egy hidat építenénk a különböző generációk között, hogy beszélgessünk, mert érdemes beszélgetni azokkal az emberekkel, akik már egy szép kort megértek, és tudásuk és bölcsességük van. Kiknek szól ez a program? Azt hiszem, hogy 0-tól 99-ig mindenkinek. Tehát várjuk a kisgyerekes családokat is, ismerkedjenek, játszanak, beszélgessenek, és természetesen várunk mindenkit, aki kíváncsi, vagy akinek kiderül, hogy iskolatársa volt valamelyik Pécsi néni vagy Pécsi bácsi. 0-tól 99-ig mindenkit szeretettel várunk, beszélgessünk egy jót szombaton. És reméljük, hogy jó lesz az időjárás, és majd szombaton délután. Úgy legyen. Köszönjük szépen a beszélgetést, Tamás Évának. Köszönöm én is. Főbb híreink még egyszer néhány mondatban. Vállalkozói mentorprogram. Megyei szinten 24 kis és középvállalkozás segítenek. Szülőbemutató. Az ország minden pontjáról érkeztek érdeklődők Pécsre. Evangélikus Roma Szakkollégium. Istentisztelettel kezdődött a tanév. Híradónk végén néhány szó az időjárásról. Kellemes őszi idő várható a következő napokban. Szerdán este derült lesz az ég, 16 fokos hőmérséklet várható. Csütörtökön friss reggelre számíthatunk, a levegő mintegy 15 fokig hűl. Napközben túlnyomóan napos, derült idő várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26-27 fok körül alakul. Önök a Pécs TV híradóját látták, köszönjük megtisztelő figyelmüket. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor várjuk Önöket. Viszontlátásra!